Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Kedves testvéreim, a mai szentmisét elhunyt cséfalvi szülőkért ajánlom föl. Szent Cecília szűz és vértanú emléknapját üljük. A 4. században épült az őróla elnevezett templom. Ez azt bizonyítja, hogy jelentős szentje volt az ókori egyháznak. Ennek a templomnak egyik felszentelési évfordulóján fogták el a szentélyben Vigilius pápát. Cecília az egyházi ének és zene védőszentje. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy az Úr megtisztítsa szívünket, és így tudjunk részt venni ezen a szent misén. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Christ,
könyörögjünk. Urunk Istenünk, légy irgalmas hozzád könyörgő népedhez, és Szent Cecília szűz és vértanú közbenjárására, hallgass meg jóságosan imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Makabeusok második könyvéből. A pogány Antiókusz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak 7 testvért anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. Különösen csodálatra és a jók emlékezetére méltó az édesanyja. Istenbe vetett bizakodással hősiesen viselte el azt, hogy egyetlen napon 7 fiát látta meghalni. Bölcsességgel eltelve asszonyi lelkülettel és férfias bátorsággal mindegyiket külön-külön lelkesen buzdított atyáik nyelvén, Nem tudom, hogy hogyan kaptatok életet méhemben. A lelketeket nem én adtam, és nem én illesztettem össze testeteknek tagjait, hanem a világ mindenség teremtője. Ő alkotta az embert, és minden létezőnek ő adott életet. Ha most a törvényeiért feláldozzátok magatokat, irgalmasságában visszaadja majd nektek lelketeket és az életet. Antiókusz látta, hogy megvetik őt, és az elhangzott beszéd ugyancsak őt gyalázza. Ezért a még életben lévő testvért nem csak szavakkal próbálta rábeszélni, hanem esküvel is biztosította, hogy ha eltér atyái törvényétől, gazdaggá és boldoggá teszi, sőt, barátjává fogadja és felruházza magas tisztségekkel. De az ifjú semmiképp sem hallgatott rá. Erre a király magához hívatta az anyát és unszolta, hogy tanácsaival segítsen megmenteni a fiát. Hosszú rábeszélés után az anya meg is ígérte, hogy a fiának lelkére beszél. Odahajolt hozzá is, és a kegyetlen zsarnok megcsúfolására így szólt hozzá atyái nyelvén. Fiam, légy irgalommal hozzám. 9 hónapig szívem alatt hordoztalak, 3 évig magam tápláltalak, és mindez ideig neveltelek. Kérlek, fiam, tekints az égre, és mindenre, amit csak égen földön látsz. Értsd meg, hogy mindezt, valamint az emberi nemet is az Isten a semmiből teremtette. Ne félj hát ettől a hóhértól, légy méltó atyáidhoz, bátyáidhoz. Vállald a sorsod, szenvedd el most a halált, hogy majd az irgalom napján bátyáiddal együtt visszakapjalak téged. Anyja még beszélt, amikor az ifjú közbeszólt. Mire vártok még? Nem a király parancsának engedelmeskedem, hanem a törvényre hallgatok, amelyet Mózes adott atyáinknak. De te király, aki annyi szörnyűséget kiagyaltál a zsidók ellen, tudd meg, hogy nem fogsz megmenekülni Isten kezétől. Ez az Isten igéje. Figyelj, könyörgő szavamra. Fogadj
Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa. Ezért a következő példabeszédet mondta nekik. Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen és úgy térjen vissza. Magához hívta 10 szolgáját. 10 mínát adott nekik, és így szólt, kereskedjetek vele, míg vissza nem térek. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és tiltakoztak, nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk. Az előkelő ember mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hívatta szolgáit, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele. Előlépett az első, és így szólt, Uram, mínát 10 mínát hozott. Erre azt mondta neki, jól van, derék szolgám, mivel a kevésben hűséges voltál, 10 város kormányzását bízom rád. Jött a másik szolga, és így szólt, Uram, mínád 5 mínát hozott. Ennek azt mondta, te 5 város kormányzója leszel. Jött a harmadik, és így szólt, Uram, itt a mínád, kendőbe kötve elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy, felveszed, amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél. Ezt így büntette meg. A magad szavával ítéllek el, haszontalan szolga. Tudtad, hogy szigorú ember vagyok, felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy hazaérkezve kamatostul kaptam volna vissza? Aztán a körülállókhoz fordult. Vegyétek el tőle a mínát, és adjátok annak, akinek 10 mínája van. Azok megjegyezték, Uram, hiszen már van 10 mínája. De ő így válaszolt, mondom nektek, mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amilyen van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek meg szemem láttára. E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Az olvasmányban egy édesanyáról hallunk, aki nagyon szereti a gyermekeit. Bár hogyha elolvassuk a történetet, talán mi, akik itt ülünk a templomban, értjük, és azt mondjuk, hogy igen, de azt hiszem, hogy sok ember azt mondaná, hogy ez az anya szereti a gyerekét. Hát arra biztatja, hogy halljon meg. Milyen dolog ez? Igen, mert ez az édesanya jól szereti a gyermekét. Az üdvösség felé tereli a gyermekét. A szeretet, testvéreim, a mai olvasmányból megtanulva, a szeretet mindig azt jelenti, hogy az üdvösségre szeretjük az embertársunkat. Vagyis, hogy a szeretet azt jelenti, hogy jót akarok a másiknak. Jót akarni azonban csak úgy lehet, hogyha az illető végső soron megérkezik majd a mennyek országába. És ebben a helyzetben, ebben a szituációban, amikor a törvény megtagadására akarják bírni ezt a családot, az édesanyja átlátja a helyzetet, és látja azt, hogy itt két lehetőség van. Vagy a fia megúszza a szenvedéseket, a kínokat, és életben marad, de akkor elveszíti az üdvösséget. Akkor megtagadja a törvényt, akkor elfordul Istentől. Földi életet nyer még néhány évre, évtizedre, és elveszíti azt, aki maga a szeretet, az örök élő Istent, a vele való kapcsolatot. A lelke beszennyeződik, és ezt nem akarja ez az anya. Mert világosan látja és tudja azt, hogy sokkal nagyobb kincs az, hogy a fia
szerette Istent, és ragaszkodott eddig Istenhez, és ezért erre biztatja, hogy fiam, ha belehalsz is, ha kínokat szenvedsz is, akkor is ragaszkodj hozzá. Ez az igazi, helyes szeretet. Tegyük föl a kérdést magunknak, hogy, és nézzük meg, hogy hogyan szeretünk. Vagy hogyha találkozunk olyan helyzetekkel, amikor helytelen módon nyilvánul meg a szeretet, hogy jaj, vigyázz magadra, jaj, ez neked nehéz lesz, jaj, ez kellemetlen lesz, jaj, ez áldozatba kerül, hogy alakul az életed, anyagi hátrányt szenvedsz. Hányszor és hányszor ez az, amit első helyre tesznek az emberek, és ez dominál. De az igazi helyes szeretet az mindig a lélek tisztaságára irányul. Legfontosabb és első értékként az, hogy maradjon a lelked tiszta mindenfajta bűntől, kapzsiságtól, világszellemétől, maradjon tiszta a lelked. Ez az igazi szeretet. Ha ezt akarom, akkor akarok valójában jót a hozzátartozóimnak. És csak ez a szeretet. Tehát, amit a mai olvasmányból magunkkal tudunk vinni, ez a gondolat, hogy a szeretet az nem egy ilyen negédes érzelem, hanem az egy teljesen világos, logikus döntés, hogy megnézem, hogy mi az, ami javára válik a másiknak. Tehát ne keverjük össze a szeretetet az érzelgősséggel, ne keverjük össze a szeretetet azokkal az érzésekkel, érzelmekkel, amik fölébrednek bennünk akkor, hogyha valakinek valamilyen kellemetlensége van, vagy kellemetlenséget okozunk, vagy kellemetlenség, vagy áldozat meghozatalára késztetjük őt, ne okozzon ez zavart a lelkünkben, mert a szeretet az mindig az, ami hosszú távon örökérvényűen javára válik a másiknak. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát. Vértanúidért, akik mint halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogad be azt elhunyt családot, halottainkat örök országodba. Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Istenem. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy áldozati adományainkat, amelyeket Szent Cecília ünnepén fölajánlunk neked, fogadd el olyan szívesen, ahogy elfogadtad az ő vértanúságának áldozatát, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a szívünket. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel táplálod jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus, ami Urunk által. Ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével hangos szóval hirdetjük és vég nélkül valljuk. Tehát jóságos Atyánk, Fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akinek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András, Jakab János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogónusz, János és Pál, Kozma és Damián vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békétben életünk napjait,
ments meg minket az örök kárhozattól, és védj föl választottaid körében. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért Istenünk mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséged színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, elhunyt szülőkről, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szentettel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss be minket szentjeid körében. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, amit kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten bárány. Uram, nem vagyok méltó, hogy felálljon olyan erre, hanem csak egy szóval van, és mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Amen.
Könyörögjünk! Istenünk, Te Szent Cecíliának az üzesség és a vértanúság kettős győzelme után szentjeid között ragyogó koronát nyújtottál. Kérünk, e szent áldozat erejével alakíts minket is, hogy minden rosszon úrá legyünk, és így kiérdemeljük az örök dicsőség jutalmát Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket mindenektől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, ki a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozatát.